Bővítés napkoron új csarnok épült az acélszerkezeteket gyártó helyi vállalatnál. Kárba ment az uborka, kevesebbet tudnak feldolgozni belőle a konzervgyárak. Nincs kifogás, hajmeresztő történetekkel próbálják megmagyarázni az ittas vezetést a megyei sofőrök. Új gyártócsarnokkal bővült a napkoron működő Gémtek Kft., az acélszerkezeteket előállító vállalat a beruházásnak köszönhetően csaknem megháromszorozta dolgozói létszámát, és az export lehetősége is bővültek. Ez a Kölcsei Televízió híradója. Köszöntöm Önöket! A beruházás bejelentésén részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. A tárcavezető az új csarnok átadóján azt mondta, azok a vállalatok, amelyek válság idején is fejlesztenek, a jövőben is számíthatnak a kormány támogatására. Dolgoznak a gépek a Gémtek Kft. Területén napkoron. A vállalat üzemeiben nagyméretű speciális acélszerkezeteket, többek között hidak, daruk és más emelőeszközök elemeit, építőipari óriásalkatrészeket, illetve egyedileg forgácsolt gépegységeket állítanak elő. A cég vezetője arról beszélt, az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően mára már ez Kelet-Magyarország legdinamikusabban fejlődő és legnagyobb ilyen jellegű magánvállalkozása. Itt napkorom 130 ezer négyzetméter iparterületem, közel 15 ezer négyzetméter daruzott iparterületem, iparcsarnokban 2000 négyzetméter daruzott alapanyagraktárral rendelkezünk, és itt készülnek a világszínvonalú termékek. Maximális emelési kapacitásunk jelenleg 120 tonna, azonban hamarosan ez 150 tonnára fog bővülni. Extrém méretű acélszerkezeteket gyártunk, és kiemelt minőséget állítunk elő. Ez az új 1200 négyzetméteres gyártócsarnok biztosítja azt a Gémtek Kft.-nél, hogy tovább növekedjen a termelési kapacitás. Az itt előállított termékeket többek között Németországban, Belgiumban, Oroszországban, sőt afrikai országokban is értékesítik. Az üzemáttadón Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, ez a fejlesztés újabb kapukat nyit meg a vállalat számára az exportpiacon. Ennek az 1200 négyzetméteres csarnoknak a megépítése 2 milliárd forintos beruházás keretében történt. Mindez a magyar kormány 900 millió forintos támogatást biztosított, és ezzel a beruházással összességében 450 munkahely válik beton biztossá. Az itt létrejövő hegesztő bázisoknak köszönhetően a tengeri kikötők, illetve nagy vasúti konténerterminálok daruinak gyártására is alkalmassá válik a vállalat. Sőt, ha minden jól megy, akkor hamarosan már kizárólag magyar alkatrészekből, magyar elemekből álló daruk gyártása is lehetővé válik. A beruházás előtt 71 fő dolgozott a vállalat saját állományában, ez a szám pedig alig 3 év alatt 193-ra dúzzadt. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a kormány a járványhelyzet alatt is arra törekedett, hogy a bővítést megcélzó vállalatokat támogassa. Tavaly a rendkívül nehézségek ellenére is számos nemzetgazdasági rekordot sikerült megdöntenünk. Például soha nem fordult még elő az, hogy több mint 5 milliárd eurónyi, vagyis több mint 1800 milliárd forintnyi beruházás jött létre Magyarországon kormányzati támogatással, és soha nem fordult elő még az sem, hogy 4,7 milliónyian dolgozzanak Magyarországon, legalábbis a kommunizmus bukása óta, és soha nem fordult még elő az sem, hogy a magyar gazdaság 110 milliárd eurónyi exportot állítson elő. Az új üzemcsarnok már a 9. az iparterületen, a vállalat célja pedig az, hogy a közeljövőben tovább fejlesszen és megduplázza a cégnél dolgozók létszámát. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hosszabb interjút adott a napkori beruházás bejelentése után televíziónak. A beszélgetést szerdán 18 óra 25 perctől láthatják 35 perc című műsorunkban. Egy új mikrobusz segíti a tanyán élők mindennapi ellátását Tiszadobon, ahol a mezőgazdasági termelés hatékonyságát is sikerült növelni 2021-ben. Erre azért is volt nagy szükség, mert a járványhelyzet nem kedvezett a település gazdasági helyzetének. Az idegenforgalom ugyanakkor újra fellendült az elmúlt egy évben, amihez nagyban hozzájárult az is, hogy jelentős felújításokat végeznek el az Andrássy kastélyban.
Maszkban sétálnak és bicikliznek az emberek Tiszadobon. A pandémia 2021-ben nem csak a településen élők mindennapjait, hanem az önkormányzat terveit is alapjaiban változtatta meg. A költségvetés stabilitásának megteremtése volt a legfontosabb céljuk. Fontos volt emellett az is, hogy befejezzék az elkezdett fejlesztéseket, a tanyákon élők életminőségének javítása és az utak felújítása volt az elsődleges az elmúlt egy évben. Van egy tanyai településünk, úgy hívják a tanyát, hogy Rejetalja tanya, ezen a tanyai településen több mint 200 ember él, és a tanyai település ellátása az gyakorlatilag elég öreg volt, már mikrobuszon, 16 éves, és ugye egy ilyen mikrobuszos pályázattal nyertünk egy új mikrobuszt, ami ez volt a 2021-es év első fejlesztése. Március végén, április elején megkezdtünk egy összességében 108 millió forintos külterületi pályázatot végrehajtani. Ebből a 108 millióból gyakorlatilag 17 millió forint volt egy új útjavítási gépsornak a megvétele, ami áll egy gréderből, egy úgynevezett úthengerből, most nem akarom azt mondani, juhlábhengerből, a nézőkben biztos, hogy tudják, egy ilyen körös henger tulajdonképpen, és egy rézsikasszából áll ez a pályázatunk. Tiszadobon legfőképpen mezőgazdaságból élnek az emberek, de az önkormányzat is rengeteg termelő feladatot végez egy erre a célra még évekkel ezelőtt kialakított farmon. Ennek az eszközparkját sikerült bővíteni, ami a szántóföldi munkák hatékonyságát növeli a jövőben. Értünk a falu megújítási pályázat keretében egy MTZ-t, 92 lóerős MTZ-t. Az MTZ-hez csatolt, amivel van egy 17,5 hektár szántóföldi terület az önkormányzatnak, amit művelni kell. Ehhez csatolhatóan nyertünk egy váltvaforgató elkét, és nyertünk egy nagy teljesítményű fűtaszát, ami tulajdonképpen a mi mintafarmunknak a takarmányállátása, meg a biztosítására szükséges. Tehát ez a pályázati dolog is megvalósításra került. Az eszközök ki van megfizetve, még történik a vámolás, meg egyik dolgok, és januárban kerülnek ide szállításra. A polgármester hozzátette, 2020-hoz képest tavaly újra nagy volt az érdeklődés az Andrássy kastély iránt. Ehhez az is hozzájárult, hogy a Nemzeti Kastély Program keretében folyamatosan szépül a történelmi épület és környezete. Az ősz folyamán a park felújítása már elkészült, de 2022-ben is folytatódnak a fejlesztések a térség egyik legkedveltebb rendezvény és konferencia helyszínén. A szinte csak a megyében termő konzervuborka nagy része kárba ment tavaly. A termés az előző évhez képest jól alakult, a konzervgyárak azonban a tervezettől is kevesebbet tudtak belőle átvenni az elhúzódó megyfeldolgozás miatt. A károkat elsősorban nem a gazdák, hanem a termelői értékesítő szervezetek jelezték meg. Futó szanagon befőttes üvegekben gördül le a csemege uborka a Mária Pócsi konzervgyárban. Itt pedig már raklapokon lefóliázva a termék szállításra várva. A raktárban a megybefőtt is halmokban áll, mivel azonban utóbbi növény betakarítása tavaly mintegy két héttel megcsúszott, sok uborkát nem tudtak felvásárolni, hiszen még javában folyt a megyfeldolgozása. Nem csak itt alakult ki ez a helyzet, más üzemekben is a megyében, ahol mindkét növénnyel foglalkoznak. A kárba veszett uborka mennyiségét pedig növelte, hogy az előző igen rossz évhez képest átlagosan ötödével több termett belőle a kedvező időjárás miatt. Július nagy részében a konzervgyárak a megy feldolgozásával voltak elfoglalva, ellenben pont konzervuborkából a kedvező időjárás okán éppen ekkor volt mennyiségi dömping. És mivel egész Európában a kedvező időjárás okán nagyon jó termés volt konzervuborkából, ezt a többletet, amelyet a hazai konzervgyárak a megy torlódása okán nem tudtak felvenni, a külföldi piacokon sem lehetett levezetni. Ennek következménye volt, hogy a hazai uborka 20-30%-át le kellett selejtezni ebben az időszakban, ami szezonálisan 10-20%-os kárt okozott.
Ezt azonban alapvetően nem a termelők viselték. A kereskedők, a tészek, az integrátorok a leszerződött árat nagyobb részt kifizették a termelőknek, és azt a 10-20%-nyi veszteséget gyakorlatilag az integrátor, a kereskedő nyelte le. Ebben volt nagyon nagy szerepe annak a kormányzati segítségnek, mely emlékeim szerint 150 millió forintos összeg, amely a kereskedőket, az integrátorokat kárpótolta részben, vagy jelentős részben a kieső károkán. Vagyis mivel ez a kár alapvetően nem a termelőkön csapódott le, és mivel a tavalyi évjárat, időjárás és még az árak szempontjából is elég jól sikerült, talán bízhatunk abban, hogy a termelői kedvet nem rontotta tovább. Az elmúlt 10 évben csökkent a hazai konzervuborka termőterülete, jelenleg mintegy 3-400 hektáron termelnek konzervuborkát, szinte már csak Medgyingben, ezen belül is főleg a szatmári térségben. Itt azonban fontos az uborka termesztés vidéki lakosság megtartó szerepe, sok család számára jelentős jövedelem kiegészítés. Mintegy 1500 vállalkozás foglalkozik a növénnyel, nagy része családi vállalkozás. Tavasztól korra őszig körülbelül 5-7 ezer embernek ad munkát. A gazdákat sok időjárási kár sújtotta az elmúlt években, 2018 és 20 között nagyon hektikus volt a termés. A Fruit Web elnöke szerint általában, ha az időjárás jó, akkor piaci vonalon lehetnek zavarok, ritka, hogy mindkettő jól alakul. Ugyan napközben 0 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, éjszaka még mindig fagy, ezért még most sem késő a vízóra aknákat téliesíteni. Egy tél alatt több száz tönkrement vízórát jelentenek be a Nyírségvíz ZRT-hez. Ha a fogyasztó későn veszi észre a fagyást, akár több köbméter víz is elszivároghat, amit aztán neki kell kifizetnie. A téliesítés fontosságára hívja fel a figyelmet ebben a videóban a Nyírségvíz ZRT, amelyben a szakemberek külön hangsúlyozzák a vízmérők hőszigetelését. A hideg és a fagy következtében ugyanis nem csak a vezetékek repedhetnek meg, de a vízmérőórák is üzemképtelenné válhatnak. Egy téli szezonban akár több száz ilyen tönkrement vízórát is bejelentenek a Nyírségvíz diszpécser szolgálatán. Fontosnak tartjuk elmondani, hogy a vízmérő aknákat szigetelni kell. Lehetőleg még a téli időszak beállta előtt. Ez úgy történik a gyakorlatban, hogy a vízmérő fedelének az alsó részére egy legalább 5 cm vastagságú hungarocelt ragasztunk. Műanyag vízmérő akna esetén ez egyszerűen megoldható, viszont a beton jellegű vízmérő aknák esetén nem csak a fedelet kell szigetelni, az akna fedelet, hanem a födémet is. Ugyanígy 5 cm vastagságú hungarocell felragasztásával. Egy meghibásodott vízóra cseréje több mint 20 ezer forintba kerül. Ezt csak az adott szolgáltató szakemberei végezhetik el. Elfagyott vízmérőre utalhat, ha a megnyitáskor nem forog a vízmérő, ha eldeformálódott a számláló szerkezet, vagy ha alig jön víz a csapból. A jól működő vízóránál érdemes figyelni a fekete óramutatót, ami ha az elzárt csapok mellett is forog, akkor a szivárgást jelent. Egy kerti csap aknában megrepett csövén havonta több száz köbméter víz is elfolyhat, ezért fontos a víkendházak, illetve kerti csapok víztelenítése. Ez úgy történik, hogy fent a felső csapot meg kell nyitni, lent pedig az úgynevezett főcsapot, ami a földben van, azt el kell zárni. És hogyha nem lakott az ingatlan, akkor még a hálózatot vízteleníteni kell, vízvezeték hálózatot. A Nyírségvíz ZRT honlapján további hasznos tanácsok mellett azt is hangsúlyozza a szolgáltató, hogy a hatályos jogszabályok szerint a fagy elleni védelem nem tartozik a szolgáltató felelősségi körébe, arról minden esetben a felhasználónak kell gondoskodni. Új munkahelyen van, beteg a barátnőm, hajmeresztő magyarázatokat adnak az ittas vezetésen kapott sofőrök az őket igazoltató rendőröknek. A felelősségre vonást azonban a változatos kifogások ellenére sem kerülhetik el a szabályszegők. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2020-ban 596 esetben történt vádemelés ittas járművezetés miatt. Egy Nyíregyházához közeli benzinkúton vett alkoholt még tavaly nyáron ez az ittas állapotban lévő férfi.
A sofőr a rendőri előállítást követően később visszajutott gépkocsijához, ismét volán mögé ült, egy defekt miatt azonban egy másik benzinkúton próbált kereket cserélni, egészen a rendőrök kiérkezéséig. A vádirat szerint a vádlott családi problémái miatt ivott alkoholt és nyugtatózta be magát. A szakemberek a legváltozatosabb kifogásokkal találkoznak ilyen esetekben. Az egyik vádlott azzal védekezett, hogy 2021. október 23-án ünnepnapon elektromos kerékpárjával felment a helyi presszóba, és kávét szeretett volna fogyasztani. Ekkor kapott egy telefonhívást, miszerint felvették egy nagy céghez, ahová korábban jelentkezett, munkavállalás céljából. Ennek annyira megörült, hogy több üveg sört és több fél deci almapálinkát is elfogyasztott, majd elindult hazafelé. 150 métert sem tett meg a presszótól hazáig, amikor ittassága miatt elvesztette az uralmat a járműve felett, felborult, és ráadásul el is hagyta a helyszínt. A járókelők értesítették a rendőrséget, akik az utcán elfogták a férfit. Egy másik férfi a barátnője rosszul létére hivatkozva ült ittasan a volán mögé. Állítása szerint előző nap ivott nagy mennyiségű alkoholt, nála 2000-elég feletti véralkohol szintet állapított meg az orvos szakértő. Büntetőeljárás akkor indul, hogyha a véralkohol tartalma az a fél ezreléket meghaladja, illetve a levegő alkohol tartalma a 0,25 ezreléket meghaladja. Alapesetben 2 éves szabadságvesztés szabható ki ezért a vétségért. Ha viszont már súlyos testi sérülést is okoz, tehát balesetet okoz, és abban valaki megsérül, az 3 évig terülő szabadságvesztéssel büntetendő. Ha maradandó fogyatékosságot okoz az ittas vezető, vagy súlyos egészségromlást, az 5 évig terülő szabadságvesztéssel büntetendő. Hogyha halálos eredménnyel jár, tehát valaki meghal a balesetben, az elkövetőn kívül, akkor 2-8 évig terül szabadságvesztés szabható ki. Sajnos vannak olyan esetek, amikor több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz az ittas vezető, akkor 5-10 évig terül szabadságvesztéssel büntethető a törvény szerint. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2020-ban 596 esetben emeltek vádat ittas járművezetés vétség vagy büntet miatt. Ugyanebben az évben országszerte mintegy 14 ezer esetben történt vádemelés. Nem az alkohol, hanem a csúszós út miatt hajtott egymásba 3 autó hétfőn délután Nyíregyháza határában. A 4-es főúton az M3-as autópálya felhajtójánál ütköztek a járművek. A baleset a belső és a kanyarodó sávban történt. A mentőszolgálat 1 gyermeket szállított kórházba. A műszaki mentés idejére ideiglenesen korlátozták a forgalmat a 4-es főút nyíregyházi bevezető szakaszán. A hétvégén Hajdúszoboszlón lép pályára a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei amatőr labdarúgó válogatott, hogy 4 ellenféllel szemben kiharcolja az országos döntőbe jutást. Január 15-én elkezdődött az átigazolási szezon. Február közepéig klubjuk hozzájárulásával válthatnak csapatot a megyebeli futballisták. Az alacsonyabb osztályú csapatok futballistái még csak a napokban kezdték el a felkészülést, de a hétvégén közülük többen már 7 meccseken léphetnek pályára. Az elmúlt év novemberében Kisvárda adott volna otthont az amatőr válogatottak egyik tornájának, a járványhelyzet miatt azonban elmaradt a rendezvény. Szombaton és vasárnap így új helyszínen Hajdúszoboszlón játszik Borsod, Nógrád, Heves és Hajdú megye csapatai ellen a szabolcsi együttes, amelynek keretét 8 klub 22 játékosa alkotja. 2 nap alatt 4 mérkőzés vár a csapatra, egy mérkőzés egyébként 2x30 perces, szombaton rögtön a valószínűleg papíron legnehezebb ellenféllel, Heves megyével kezdünk 10 óra 30 perckor. Ugye Heves volt az, aki a legutóbb 2019-ben Mezőkövesden megnyerte a tornát emlékezetes körülmények között, hiszen biztos, aki figyelemmel kísérte, emlékszik rá, hogy a pályán ugye a mi csapatunk volt a legjobb, de Heves 1,5 nappal később megóvott egy szombat délelőtti mérkőzést, és miután megkapta a pontokat, így tudott a mi csapatunk elé ugrani, úgyhogy hogy igazán érdekes kis párosítással kezdjük majd a Mavontot. Egyébként a megyei szakmai stáb ugyanaz, a 2 ember maradt, tehát Lukács Tibor a Nyír Gyulaj KS-e és Kis Tamás az Ibrány SE vezetőedzője. A játékosok közül is elég sokan, egy olyan majdnem a fele, talán több mint a fele, több mint 10 játékos maradt a legutóbbi keretből, úgyhogy bizonyítani akarnak, szeretnék most az első helyen végezni. Az MLS megyei igazgatósága ezen a télen sem a hagyományos műfüves nagypályás felkészülési tornát, sem a terembajnokságot nem írta ki. Tennivaló ettől függetlenül van bőven, ugyanis január 15-én elkezdődött az átigazolási időszak, amely február közepéig tart.
Ilyenkor nagyon fontos szabály az, hogy csak akkor tud eligazolni egy játékos, akár utánpótlás, akár felnőtt szinten, hogyha a jelenlegi klubja az átadó klubja elengedi, tehát aláírja, lepecsételi az átigazolási lapot, illetve emellett még pénzügyi működési költségtérítés megállapodás is van. Utánpótlás szinten van egy minimális összeg, ami kötelező, felnőtt szinten nincs minimális összeg, el lehet térni, akár 0 forintért is, viszont egy nullás megállapodási szerződést kell csatolni az átigazolás mellé. Ilyenkor kicsit kevesebb a változás, általában az első héten lezongorázódnak a megye 1, megye 2-es csapatoknál a változások, hiszen azt már az elmúlt év végén lebeszélték ugye a játékosokkal, és még ahogy szokott lenni az utolsó napokon várható majd egy nagyobb rohan. A tavaszi szezont a megyei első osztályban kezdik legkorábban, a február 19-20-ai hétvégén már bajnoki pontokért játszanak a csapatok. Két héttel később a három másodosztályú csoportban is elindul a pontvadászat, újabb két hét múlva pedig a megyei harmadosztályban és az utánpótlás bajnokságokban is útjára indul a labda. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Új gyártócsarnokkal bővült a Napkoron működő Gametek Kft. Az acélszerkezeteket előállító vállalat a beruházásnak köszönhetően csaknem megháromszorozta dolgozói létszámát, és az export lehetőségei is bővültek. A beruházás bejelentésén részt vett Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter is. A tárcavezető az új csarnok átadóján azt mondta, azok a vállalatok, amelyek válság idején is fejlesztenek, a jövőben is számíthatnak a kormány támogatására. A szinte csak a megyében termő konzervuborka nagy része kárba ment tavaly. A termés az előző évhez képest jól alakult, a konzervgyárak azonban a tervezettől is kevesebbet tudtak belőle átvenni az elhúzódó megyfeldolgozás miatt. A károkat elsősorban nem a gazdák, hanem a termelői értékesítő szervezetek érezték meg. Új munkahelyen van, beteg a barátnőm. Hajmeresztő magyarázatokat adnak az ittas vezetésen kapott sofőrök az őket igazoltató rendőröknek. A felelősségre vonást azonban a változatos kifogások ellenére sem kerülhetik el a szabályszegők. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2020-ban 596 esetben történt vádemelés ittas járművezetés miatt. Önök január 18-án kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, legközelebb holnap este jelentkezünk híradóval. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Kedd este derült hideg idő várható, csapadékra nem kell számítani. Éjszaka mínusz 7 és mínusz 4 fok közötti hőmérséklet valószínű. Szerdán napközben derült, napsütéses, de hideg időre van kilátás. Mínusz 7 és plusz 1 fok közötti hőmérséklet várható. Fagyos, hideg időre kell számítani egész héten. Az előrejelzések szerint csütörtökön nagyobb mennyiségű hó eshet a megye egyes területein.